Sziasztok! Ma egy áttekintést láthattok egy alapozóról, ami még viszonylag újnak számít a piacon, és ez a Max Factor Whipped Cream alapozója. Én a 40-es Light Ivory árnyalatban vettem meg, ez a legvilágosabb árnyalat. Ugye ez egy habállagú alapozó. Amit ígér, ez egy természetes matt alap, anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt, mert egy hidratáló formulát tartalmaz. Ezt a hidratáló hatást igazából nem úgy kell elképzelni, hogy akinek alapból nagyon száraz a bőre, nem csak télen, hanem nyáron is, akkor most helyre teszi a bőrét, mert azért én nagyon száraz részeken, ahol például éppen egy pattanás szárad le, ott azért annyira nem hidratál, de egyébként úgy összességében egész jó a hidratáltsága. És egyébként a mattítás sem viszi túlzásba, nagyon természetes lesz a végeredmény, és sejmes tapintású utána a bőrünk. Tényleg olyan, annyira sejmes, tök jó érzés. Úgyhogy ez a hidratálás, mattítás dolog nagyjából egyensúlyban van. Felvinni a bőr ecsettel is lehet, de újakkal is tökéletes, mert az új melegétől szinte beleolvad a bőrbe, és egyesül az alapozó meg a bőr, és így megint nagyon szép természetes hatású. De ebből adódik az egyik hátránya ennek a fajta alapozónak, ugye tégelyben van, szóval hát folyamatosan belenyúlunk az ujjunkkal, vagy az ecsettel. Az ecset még kicsit sterilebb, de ugye nyilván szerintem senki nem mossa minden használat után, úgyhogy ezért minden alkalommal belekerül egy kis baktérium, és aki hajlamos rá, annak pattanásai lehetnek tőle. Úgyhogy ez annyira nem előnyös, de szerintem habállagú alapozott tégelyben célszerű árulni, úgyhogy most ez se túl nagy tragédia. A fedése szerintem közepesen erős, egyáltalán nincs maszkhatása, de hogyha egy kicsit erősebb fedést szeretnénk, akkor két rétegben is fel lehet vinni igazából. Még akkor is megmarad a természetes és natur hatás. A csomagolását különösen szeretem, ilyen kis üveg tégelyben van, ami kis helyen is elfér, és utazáshoz is tökéletes. 18 ml alapozót tartalmaz, amit keveselhetünk a megszokott 30 ml folyékony alapozókhoz képest, de nagyon kevés kell belőle igazából, úgyhogy jó ideig kitart. Meg ugye, amit az előbb is mondtam már, hogy a baktériumok meg nem túl higiénikus a kiszerelése, a szavatossága szerintem ennek következtében elég gyorsan lejár, úgyhogy nem is túl nagy hátrány. Az eredeti ára 4000 forint körül mozog, érdemes igénybe venni például a Rossmannban, vagy hát a Rossmannban elég sűrűn van az a 25% kedvezmény, én is így vettem meg, és így már azért jóval kedvezőbb az ára. Összességében nagyon meg vagyok elégedve ezzel a termékkel, és nem bántam meg, hogy megvettem, pedig elég szkeptikusan álltam hozzá eleinte, és sokat gondolkodtam rajta, hogy megvegyem-e vagy ne, mert régebben már volt ilyen habállagú alapozom, az a L'Oréal-tól volt, azt hiszem, de az volt a gond, hogy hát így utólag, hogy sötét volt az árnyalata, és ugye tudjuk, hogy ez mindent elronthat, úgyhogy ezen azóta csak mindig a legvilágosabb árnyalatot veszem meg, és tényleg azon meg tudom segíteni bronzosítóval, vagy esetleg egy sötétebb alapozónkkal, ami van, de érdemesebb mindig a világosabb árnyalatot választani. Még egyébként azt szeretem nagyon, hogy nem nehezíti el a bőrömet, szóval nagyon könnyűnek érződik a bőrön, szerintem a pórusokat sem tömíti el. Tartóság szempontjából hát igazából nem is ígér 24 órás, vagy nem tudom hány órás fedést, de szerintem annyi ideig tart, amíg egy hagyományos, rendes alapozó igazából semmi különös. Hogyha púderrel fixeljük, nyilván akkor tovább tart, és nem fényesedik át olyan hamar, de ezek természetes dolgok, magától értetődnek. És hát ennyi lenne mára. Remélem tetszett a videó, és hasznosnak találtad, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szia!